A következőkben szeretnénk nektek felhívni a figyelmeteket a Homár című filmalkotásra, amely egy társadalmi sci-fi, az én véleményem szerint. Próbáltam úgy megfogalmazni, hogy negatív utópia, itt segítségemre sietett Robi, és mondta, hogy... Ez a disztópia. Igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy ha valami rémületes dolog történik a jövőben, akkor ez egy úgynevezett antiutópia, de nem szeretjük azt, amikor a görög szóhoz egy latin képzőt illesztünk, ezért így a disztópia kifejezéssel élünk. Ebben a filmben párkapcsolatokról van szó, és arról, hogy az emberek nem élhetnek magányosan ebben a világban. Az, aki magányos lesz, de olyan nem olyan okból, hogy nem választ magának párt, hanem ne adj Isten, elhalálozik az addig élő párja, az egy ilyen kellemetes szanatóriumba kerül, mintha csak maga jelentkezett volna oda, ahol kedélyesen fogadják, majd elmondják, hogy 45 napja van arra, hogy párt találjon magának, különben állattá változhat, vagy változtatják, de kiválaszthatja az állatot, hogy mi szeretne lenni. Ez a hely. Korábban még sosem élt egyedül? Nem, soha. Van ételallergiája? Nincs. Hány évig tartott a legutóbbi kapcsolata? Úgy 12. Tudja, hogy pontosan meddig, uram? 11 év és 1 hónap. Nem irányultság? Hetero. Viszont volt egy homoszexuális élményem, fiatalon. Van biszexuális lehetőség? Nincs, ez az opció már nem áll rendelkezésre tavaly nyár óta, működtetési problémák miatt. Most kell döntenie, hogy homoszexuálisként vagy heteroszexuálisként írja be. Azt hiszem, jobb lenne heteroszexuálisként. És a kutya? Ő a bátyám, itt járt pár éve, de nem sikerült neki. Talán emlékszik rá. Középmagas, 48 éves, kopaszodó, szőke. Sajnos nem emlékszem rá. Jól van, kérem, írja ide a nevét olvashatóan. Nagy betűkkel, aztán szignózza. Hát itt ez szinte egy bohózat, de miközben így egy ilyen groteszk humoron nevetsz, hogy egy bejelentkezést hallasz szinte ilyen recepciós kedélyességgel. A valóságról beszélünk, mert a fickó bátyja ott ül mellette már kutya formájában. Ez annyira erős ez a film, ez annyira hihetetlen erővel ragadja meg a modern társadalmakban választott különböző életstratégiákhoz tartozó szektárs tudatot. Azt, hogy te választasz egy életstratégiát, hogy mondjuk családos leszel, és ezzel nem csak egy életstratégiát választasz, hanem választasz magadnak egy ilyen önigazolás ideológiás maszlagot, amivel tömködöd a környezetet fejét. Tehát pusztán azért, mert te családban élsz, vagy mert te a párkapcsolat mellett döntöttél, azért mindenkitől a környezetedben elvárod és kiköveteled, hogy ő is a te döntésedet hozza meg, értelemszerűen túszokat szedsz, akik ugyanazt az életet élik, mint te, valószínűleg nem vagy te olyan nagyon biztos abban, hogy a jó döntést hoztad meg, és azt várod a környezetettől, hogy ők a saját döntéseikkel asszisztáljanak a te döntésedhez, ha adott esetben tévedtél, ők is hasonló tévedéssel erősítsenek meg téged azon hitedben, hogy te igenis jól döntöttél. Itt emelkedik ez a kényszer a jogalkotás szintjére. Igen. Tehát, hogy itt ebben a világban, amit ez a film felfest, és ettől jók a sci-fik, hogy ugye nem a valósággal foglalkozunk, adunk egy rácsot, és toljunk át rajta egy sztorit, és nézzük meg, mi jön ki belőle, és ettől érdekes. Na, elmondom, hogy mitől zseniális ez a film. Ugye a 20. századot politikai ideológiák szabdalták, és locsolták fel vérrel és benzinnel. És a 20. század az abból állt, hogy voltak bolsevik szekták, voltak náci szekták, voltak fasisztább szekták, voltak szocdemek szekták, meg voltak ilyen polgári szekták, de úgy politikai alapon fölszektásította a világot a 20. század. És hogy ez egy olyan világot vetít elénk, ahol hasonló szektás tudat uralkodik, de már az ideológiák nem politikaiak, hanem magánéleti jellegű ideológiák. Életvezetési természetű ideológiák, azok, amelyek felszabdalják ezt a jövőt,
És pontosan ugyanolyan utóvétharcok zajlanak, pontosan ugyanolyan partizán mozgalmak működnek, például a szingliség mentén, mint amilyen partizán mozgalmak működtek a 20. században, például a komcsiság mentén. Igen, tehát, itt a filmben a, mit tudom én, az első 60%-ában, 70%-ában azt tekintheted meg, hogy mi a hivatalos Államilag támogatott tömegintézmény az a párkapcsolat, és az a család, és az a monogámia. De aki nem akar ebben élni, mert az neki nem tetszik, az egy föld alatti mozgalomba ellenállásba vonulhat. Egy fegyveres ellenállásba vonulhat, ahol megőrizheti a saját jogát a szingliséghez, csak hogy ott meg a szex az, amit büntetnek. Igen, nem a bármihez őrizheti meg a jogát, tehát az erőszakkal és a halál veszélyeztetés, vagy halál fenyegetettségével kikényszerített párkapcsolati világ ellentéte nem a szabad döntés, hanem a kényszerű egyedüllét. Hello! Én vagyok az igazgató, ő pedig itt a partnerem. Üdvözöljük nálunk! Ön szerencsés, remek szobát kapott csodás kilátással. Olvasta a brossúrát? Olvastam. Nagyon jó. A tény, hogy állattá kell változnia, ha nem tud beleszeretni valakibe itt a hotelben, nem kell, hogy felzaklassa, vagy letörje. Állatként újabb esélye nyílik majd társat találni. De még akkor is vigyáznia kell. Ugyanis pont olyan állatot kell választani, amilyen maga. Farkas nem élhet együtt pingvinnel. Úgy, ahogy tevesen vízilóval. Az abszurd lenne. Gondoljon bele. Megértem, hogy ez a beszélgetés nem túl kellemes. De az a dolgom, hogy felkészítsem önt lelkileg. Minden eshetőségre. Tudja, milyen állat szeretne lenni, ha egyedül marad? Igen, homár lennék. Miért homár? Hát azért, mert a homár több mint 100 évig él. Kékvérű, mint a nemesek. Termékeny marad mindvégig. És szeretem az óceánt. Nagyon. És egész jól vízisíjelek, már kiskorom óta. Gratulálok a választáshoz. A legtöbben a kutyát mondják. Ezért van velük tele a világ. Kevesen választanak ritka állatfajt, ezért is halnak ki. A homár remek választás. A műsorunkban nyilvánvalóan a Homár című filmből hallottok részleteket. Azt mondja az igazgatónő ebben a szerepben itt, hogy hát azért az abszurd lenne. Ebben a világban mondja bármire, hogy az abszurd lenne. Ez így nem abszurd egyébként. És milyen előnyöket sorol fel a homárrá változás mellett a fickó. Tehát megkapta a brossúrát, tetszett neki, érted? Egy kényszer helyzetben van, de csinálnak brossúrát. Van azért, tudunk ilyenről, amikor már minden eldölt, de azért csináljunk egy brossúrát. Azt mondja, a vízisíjelés, jól vízisíjel, ugye? Mert hát a homárok szoktak vízisíjelni, főleg mono létszel mennek. Mintha olyan jó dolog lenne az, hogy 45 napja van hátra, ha nem talál kényszerűen egy hozzátartozót. És, hát, és arról van szó, hogy itt nem elég egy hozzátartozót találni. Tehát nem elég találni egy csajt, aki szívesen szexel veled, és akkor azt mondani, hogy na hát mi megtaláltuk egymást, nem szeretnénk állattá változni, hanem engedjenek minket haza együtt. Nem. Kell, hogy legyen egy közös tulajdonság. Mert ha nincs közös tulajdonság, mondjuk nem vagytok hasonlóan vérzékenyek, vagy nem nincs hasonló betegségetek, vagy nincs hasonló genetikai hajlamotok valamire, vagy nem, tehát valami kifejezetten az állam számára értelmezhető hasonlóság kell, hogy legyen bennetek, amit az állam egy rubrikába beírhat. Oda, hogy mi az alapja az ő házasságuknak, és oda valamit be kell vezetni abba a rubrikába. Ha azt nem tudjuk kitölteni, hiába szexelnek szívesen egymással, hiába töltik szívesen együtt az időt, nem lehetnek egy pár, mert az állam nem ismeri el, és őket külön-külön szinglikként fogja állattá változtatni. Tehát csak azzal lehetsz boldog, akivel az állam talál benned egy hasonló tulajdonságot. Tehát, hogy itt is kívülről egy ilyen zsarnoki intézmény van ráépítve, hogy amúgy teljesen szerves belülről jövő igényre. Nem messze az asztalától egy fiatal nő ült hátradöntött fejjel. Később megtudta, hogy gyakorta vérzik az orra. Mellette a legjobb barátnője ült. Megköszönte a pincérnek a kávét, és egy pillanatra a feleségére gondolt.
Egy nő, aki szemlátomást szerette a kekszet, megkínált vele egy férfit, aki reggelire Campari szódát ivott. Majd hátra pillantva meglátott egy nőt, akiről aztán később megtudta, hogy kőből van a szíve. Voltak a páros asztaloknál is. Őket talán nem ismeri meg az itt léte alatt. Ebben a világban, hogyha nem akarsz állattá változni, akkor kénytelen vagy kifigyelni egy nőt, akinek van valamilyen meghatározó tulajdonsága, és meg kell azt a tulajdonságot valamilyen módon hamisítanod. Meg kell szerezned. Tehát el kell sajátítanod azt a tulajdonságot valamilyen csalás révén, nyilván, ahhoz, hogy megmenekülj. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az emberek belemenekülnek a párkapcsolatokba az állattá változás elől. Tehát ez a, és az az igazság, hogy olyan mértékű és olyan mennyiségű párkapcsolati zsarnokság van, és a társadalom részéről olyan mértékű a magánéleti nyomás, hogy a normákat kövesd, hogy valójában ennek a filmnek a készítői semmi más nem csináltak, mint ezt a logikát következetesen végigvitték, és eljuttatták egy olyan disztópiába, amelyben már az állam szervezi a párokat, csak úgy, mint a pártokat. Ez egy freudi elszólás. Szóval az állam az, amelyik megmondja azt, hogy te kivel élsz, élhetsz együtt, és ugye az állam milyen mértékben lát bele a párkapcsolati intimitásba. Semmilyen módon az államnak, egy intézménynek, egy ilyen bürokratikus szervezetnek ugyan mennyi rálátása van az intimitásra meg a párkapcsolatra. Körülbelül annyi, hogy neked is vérzik az orrod, neked is vérzik az orrod, na hát ez egy hasonló tulajdonság, ti összeilletek. Titeket, mintha csak az Isten is egymásnak teremtett volna, nem kell állattá változnotok. De az ellentétek vonzák egymást, azért azt tudjuk, ugye? Úgyhogy mi biztos, tudjuk, ők úgy tűnik, hogy nem tudják. Az egyiknek a bal orjuk a vérzik, a másiknak a jobb. Ez az én gyanúm. Jó napot! Anyám magára maradt, amikor apám beleszeretett egy nőbe, aki jobb volt matekból, mint anyám. A nő posztgradot is végzett, míg anya csupán csak egyetemet. Én 19 voltam. Anya eljött a hotelbe, de magára maradt és farkas lett. Nagyon hiányzott. Egy állatkertbe szállították. Gyakran meglátogattam. Vittem nyers húst. Tudtam, hogy nagyon szeretik, de nem jöttem rá, hogy melyikük az anyám, ezért aztán elosztottam közöttük. Egy nap bementem a ketrecükbe. Anyám ölelésére vágytam. Átmásztam a kerítésen. A legtöbb farkas azonnal rám támadt. Kettő azonban nem mozdult. Feltételeztem, hogy az egyikük az anyám. Az őr gyorsan kimentett és kórházba szállított. Szerencsére megmaradt a lábam, csak sántítok. Ez aztán a fő jellemzőm is lett. A feleségem 6 napi halt meg. Gyönyörű nő volt, nagyon szerettem. Ő is sánta volt. Köszönjük, visszaülhet a helyére. Köszönjük, visszaülhet a helyére. Ez aztán a fő jellemzőm is lett. Na igen. Ez az a fő jellemző. Ami tehát, alapján párt kell választani. Ami alapján hogy, párt igazolhatja, kell, hogy összeillenek. Igen, tehát a fő jellemzőm, tehát hogyha én sántítok, sántítónőt kell találnom, mert a sántítónővel lehetek csak boldog, azt mondta Kumbéla elvtárs. De hogyha én meg kopaszodom, akkor kopaszodónőt kell, ha szemüveges, vagy szemüveges nőt kell, ha vérzek, vérzőnőt kell. Mert azt mondta Kumbéla elvtárs, tehát, hogy ez, hogy a magánéleti intimitás milyen szinten semmi hozzáférése nincs egy ilyen bürokratikus intézménynek, ezt olyan szépen mutatja ez a film, és hogy mégis belepróbál szólni, és mégis belepróbál okoskodni, és mégis belepróbál zsarnokoskodni, és ez mindig így történik, hogy így fölülről akarják megmondani, hogy te már pedig hogyan éljél, és én érdekes módon mindig azt magyarázzák, hogy éljél úgy, ahogyan ők élnek, mert az a normalitás, mert az a mindenható normalitás, és eleve ez az érvelés, hogy az a normális, és mindig mindenki arra gondol, hogy mi a normális, amilyen te vagy. Van ez a kifejezés, hogy pervers. Tudod, mi a pervers? Az a pervers, ami neked már nem fér bele. Az a pervers. Arra mondod, hogy pervers. Tehát amikor, ha mondjuk te már szereted az orális szexet, de azért annál így, nem tudom én, durvább dolgokba nem szívesen mész bele,
Na, az már pervers. De az, aki szívesen belemegy a durvább dolgokba, és csak a nagyon durvább dolgokba nem megy bele, nála ott kezdődik a pervers. És ténylegesen mindenki a pervers szó jelentését a saját prüdériájából és bigottériájából vezeti le. Saját magát kizárja abból a halmazból, nyilván nem, hát nem értelemszerű, lehet. Értelemszerű, hát a világ amúgy, az amúgy ő hozzá képest van, hát ő megkapta a bölcsek kövét, sőt, a tiszta erkölcsnek a belső hajlamát, amivel ő nem is tud tévedni. Akármihez vonzódik, az a természet szava. De amihez már nem vonzódik, az a perverz, undorító deviancia, ugye? Na igen. És amikor fiatalok perverzezik egymást, érted? Még végig se olvasták a könyvet. Na, ma már te is voltál perverz. Jó, érted? De ez csak ez tévesen állította valaki. Elég nem, a rossz dologból következtetett. Igen. De pontos. Pontos amúgy egy pontos következtetést vont le, csak ő maga sem tudja, hogy mennyire. Egyrészt miért baj az, ha valaki perverz, mondjuk, de persze mennyire, de kihez képest mennyire. Másrészt pedig a normális, az ugye nem azt jelenti, hogy legyél normális, hogy mindenki legyen ugyanolyan, hanem a normális az a nagyon döntő többség, de azért van normalitás, mert van abnormalitás, és az abnormális sem egy negatív kifejezés, csak bizonyos dimenziókban, bizonyos tengelyeken, amikor az abnormalitás az bűnelkövetéshez, erőszakhoz és valakinek a szenvedéséhez vezet. Egyébként nem feltétlenül. Még valami. A magányosok között tiltott a romantikus és a szexuális kapcsolat. Az ilyen tettért büntetés jár. Megértette? Beszélgethetek másokkal. Igen, persze. Amíg a beszélgetés át nem vált flörtölésbe. És ez a táncestekre is vonatkozik. Mindenki egyedül táncol. Ezért játszunk csak is elektronikus zenét. Tudja, hogy miért hoztam erre a szép, csendes helyre? Nem. Azért, mert ez remek sírhely lenne önnek. Most húzom földet magára. A kezével. Az arcára is. Nem akarja, hogy kutyák marcangolják szét, ugye? Ha előbb hal meg, mint én, gyakran meglátogatom majd. Ígérem. Szóval ezek itt partizánkodnak, mert ők szinglik. És mint szinglik, ugyanúgy ki kellett vonulniuk a társadalomból, ahogyan a kommunistáknak a fasiszták társadalmából ki kellett vonulni az erdőbe, és ott partizánkodniuk kell. Tehát ugyanilyen pontosan a 20. századnak volt ez a nagy ideológiai ellentétpárja, hogy fasiszta, kommunista. És ugyanez ebben a történetben ugyanez a szingli családos. De a partizán vonal is megköveteli, hogy akkor tedd le a kis szavazatodat mellettük, olyan nincs, hogy egyiket sem, mert háború van. Békében lehet mondani, hogy hagyjatok békén. Háborúban választ ki, melyik oldallal vagy. Ki nem velünk, az ellenünk. Na, erről van szó. És hogy mind a két oldal ideológiai őrült. Tehát mind a két oldal az az egy és oszthatatlan és örökkévaló emberhez méltó modell hirdetésében hisz. Az egyik szerint ez a magány, a másik szerint ez a társas magány. Mert hát miféle intimitás vagy közösség képzelhető el az állam által megszervezett családokban, vagy az állam által megszervezett párkapcsolatokban. Valójában arról van szó, hogy három lehetőséged van, vagy kivonulsz a társadalomból és egy folyamatos háborúban élsz, vagy egy falanszterben élsz egy állam által neked kiszabott, hozzád hasonlóan sántító emberrel, vagy pedig állattá változol. Ebből a három lehetőségből az állattá változás a legvonzóbb az én számomra, bevallom. Milyen állat lennél, Robi? Ja Istenem, hát delfin. Hát mi más? Ne vicceljünk már. Meleg delfin. Nem hangzik rosszul. Egyáltalán nem hangzik rosszul. Én ugyanilyen állat lennék, mint most vagyok. Azt írja Szász Werner. Van egy másik kiváló film arról, hogy mi történik akkor, ha nem találod meg az igazit. A Kék Valentin, Blue Valentine című film Ryan Goslinggal. És alatta... Jó, csak ez az igazi is egy szélhámosság. Hát nincs ilyen, hogy, tehát, egy igazi. Nem az. Tehát, hogy van egy csomó igazi. Az egyik igazi. Valamelyiket az igaziak közül. Tehát hogy én azt gondolom, hogy valaki megéri a negyedik X-et, az elmondhatja magáról, hogy az életében már legalább 3-4 igazival volt dolga.
Igen. Ezek közül bármelyik lehetett volna az igazi, vagy lehetett az igazi, neked csak azért kell azt mondani, hogy még nem találtad meg az igazit, hogy ideológiát gyárts magadnak az újabb és újabb randikhoz, ne amiket kelljen, el akarsz ne kelljen követni. Az erdőbe vonulnod a partizánok közé, mert a civilizációban szeretnél élni, de nem azért, hogy ne kelljen elkötelezned magad, arról van szó, hogy ne kelljen elkötelezned magad. Ha te már megtaláltad az igazit, akkor neked már vele kéne élned. Nyilvánvaló, hogy a helyes ideológia az az, hogy te még keresed az igazit, azért nem vagy egyikkel sem. Tehát te nem követtél el hibát, amikor ő mellőle elpártoltál, hiszen ő nem volt az igazi. Hát nem is lehetett az igazi. Nem arról van szó, hogy van egy érzés, és az érzésünkről hitelesen referálunk. Arról van szó, hogy van egy élethazugság, és a múltat a saját jelenlegi életemhez igazítom, igazgatom, hogy ideologizáljam a jelen élethelyzetemet. Mintha kerestem volna. Pontosan, mintha csak mindvégig ez lett volna a szándékom. És ez így volt helyes. Meg is találtam. Na és ezek az emberek mondják azt, hogy hát én nem bánok semmit sem. Na jó, tehát, hogy ha azt higgyétek el, kedves hallgatók, hogyha valaki az életetekben valaha azt fogja mondani nektek, hogy ő nem bán semmit sem, az hazudik. Nem is elsősorban nektek, hanem magának. A nagy ő, hát abból is több van, tehát lehet több nagy ő. A Scrabble-ben is van több nagy ő, sok pontot is ér, és kevesebb is van belőle, mint az összes többi betűből, de nem egy,